kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm soron kívüli testületülésünkön a képviselői testület megjelent tagjait, a hivatal dolgozóit, Jóra Sándor jegyző urat, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 10 fő távolmaradását bejelentette egy Gyurcsek János alpolgármester úr. Az ülés határozat képes, az ülés megnyitott. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendet. Van-e valakinek más egyéb napirendi ponti javaslata? Jelenkezés nincs, akkor ezt az egy napirendi pontot teszem fel szavazásra, aki tudja támogatni a megtárgyalását, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni ezzel valaki? Úgy látom, hogy nem. Akkor rátérünk a napirendi pont megtárgyalására, amely előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő szerződések megkötésére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, ahogy ezt nagyon jól tudjuk, a köznevelési intézményeinket az elmúlt év decemberében döntésünkkel állami tulajdonba, illetve állami fenntartásba átadtuk. Ennek megfelelően több szerződést és megállapodást kell még megkötnünk, illetve aláírnunk ahhoz, hogy teljes legyen ez a dolog. 4 határozati javaslatot tetszettek megkapni ehhez az egynapirendi ponthoz. Tudomásom szerint szakbizottság is tárgyalta az ülést megelőzően ezt az előterjesztést. Van-e valamilyen kérdés az előterjesztéshez, hiszen 4 komoly melléklet áll rendelkezésünkre, 2 szerződés és 2 darab megállapodás. Kérdés nincs. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e valakinek valamilyen véleménye, hozzászólása az írott dokumentumokhoz? Jelenkezést nem látok. A bizottság támogatta? Karcagi Nagy Zoltán képviselőt kérdezem. És adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Igen, a szakbizottság soron kívüli ülésen tárgyalta az előterjesztést, és mind a 4 napirendi pontot, tehát mind a 4 határozati javaslatot a használatbeadási szerződés, ami a Horváth Ferenc utca 7-es szám alatti ingatlant illeti, a vagyonkezelési szerződést, ami a közoktatási intézményeket illeti, illetve a sportcsarnok használatára külön megállapodás és a bölcsődei intézmény tekintetében szintén külön megállapodást. Ezeket megtárgyaltuk, aljegyzőasszony szakszerű magyarázatát meghallgatva és az írásbeli anyagot áttanulmányozva a bizottság egyhangulag támogatta és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést! Tisztelt képviselőtestület, annyit még mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy nagyon komoly előkészítő munkák után sikerült tető alá hozni ezeket a szerződéseket, illetve megállapodásokat. Szavazásra bocsájtom akkor az első határozati javaslatot. A Horváth Ferenc út 7 szám első emelet 6-os ajtó alatti helyiség ingyenes használatba adásáról kell szavaznunk. Aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Döntsünk a közoktatási intézményekre vonatkozó vagyonkezelési szerződések megkötéséről. Ez mély szerinti szavazás formájában fog megtörténni. Kérném szépen a véleményeket jól hallhatóan közölni. Molnár Pál. Igen. Kovács Sándor. Igen. Kovácsné Kerekes Katalin. Igen. Gyurcsek János nincs jelen, én igennel szavazok, Karcagi Nagy Zoltán. Igen. Csányi Sándor. Pánti Ildikó. Igen. András Jandrás. Igen. Dr. Lukács László. Igen. Dr. Kapasi Lajos. Igen. Köszönöm szépen, egyhangulat támogatta a testület.
a második határozati javaslatunkat. Harmadik határozati javaslat a sportcsarnok használatáról szóló külön megállapodás megkötéséről szól. Tisztelt jelenlévők, én itt egy módosítást szeretnék javasolni. A megállapodásban az első oldalon a Karcagvárosi Önkormányzat mint átadó helyett, mint használatba adó szerepeljen, illetve a KIK, a Klébezve Intézményfenntartó Központ, mint átvevő helyett, mint használatba vevő szerepeljen. Biztos, ami biztos alapon, én ezt javaslom. Tetszenek-e tudni támogatni ezt a javaslatot? Igen, nem, tartózkodásokú egyhangulat került elfogadásra, és akkor döntsünk a határozati javaslatról. Aki támogatja, jelezze. Igen, nem, egyhangulat fogadtuk el. Végül a negyedik határozati javaslatról kell véleményt mondanunk. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsédei Intézmény Karcag-Varrút 3/A szám alatt működő pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó megalapodás megkötéséről kell döntenünk. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek, illetve a napirend megtárgyalásának a végén értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2013. március 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek erre az ülésre napirendi ponti javaslata? Jelentkezést nem látok. Tisztelt képviselő, hölgyek, urak, köszönöm, hogy részt vettek a mai ülésen. Köszönöm a hivatal munkáját, a testületi ülést bezárom.